Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves banánhéj rajongók! Szomorú kötelességem bejelenteni, hogy megérkezett a nyár. És ez miért baj, Oliver? Mert állandóan sütni fog a nap, uszodába, strandra vagy tengerpartra kell járni, a csajok levetkőznek, és hát a legrosszabb, hogy ma befejezzük a banánhéj első évadát. Ne csináld, akkor ezért van itt ez a sok ember? Hát persze, de hát hiszen tudod, hiszen olvastad a forgatókönyvet, mi szerint zárópartit adunk képernyő előtt ülő és megszemélyesített kedvenceinknek, hát íme. A végén még jövünk. Olivier, nézd csak itt a Koltai Robi és a Kiszel Tünde. Szervusz! Jaj! Képzeld, a kis Donatellácskám már megismer smink nélkül. Ki van az Olivier vagy az Iván? És képzeld, Robi már azt is mondja, hogy mama a tévében, sőt, mindjárt át is kapcsol. Mit szólsz, milyen ügyes? Momentán nem érek rá mit szólni. Én azért jöttem, hogy megsértődjek a Bogivát. Te, Robi, nem forgatsz filmet a kis Donatellácskámról? Az lehetne a címe, hogy a kis Donatellácskám. Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Én egy öreg kaptaszor kereskedőről forgatok, aki színész akart lenni, ezért beállt úttörő vezetőnek. Olyan hamisan énekelt, mint a mókus, mert államosították a sámlyát. És mikor határoztad el, hogy filmet készítesz a kis Donatellácskámról? Te a kész átverés vagy? Vagy az Ári Kortán? Én értem a viccet, tudod, alapvetően baromian humoros vagyok, de istenesen betelt a pohár. Ha betelt a pohár, akkor szerintem kocincsunk arra, hogy a kis Donatellácskám megkapta élete első filmszerepét. Miként örülök, hogy látlak ezen a rózsaszínes estén. Kebemre ülelnének, ha az lenne az érdekem. De nem az. Viszont nem sokára lefotóznak bennünket. Addig rettenetesen szeretlek, és kilövelem rád szívem sugarát. Mondanám erre, hogy elefánt tojás, de nem mondom. Mert az jutott eszembe, hogy útburkolatjavító. Itt szólsz neki a Bogihoz meg a nacsához. Képzeld nekem, azt vágták a fejemhez, hogy rózsaszírmak illata, mikor pedig a harmatos pirkadott csillogó íze. Hát ez valóban ajjaj, sőt mi az össz, de mondhatnám azt is, te jó ég! Hallom, hogy téged is szájukra vettek a fiúk. Azt próbálnád, megmondtam, és meg is próbáltál. Nekem is a kicsúranó szeretettem begázoltak, de a jóságom meg az érdekem szerencsére úgy kívánta, hogy ne fenyegessen meg őket egy 8 napon túl gyógyulóval. Ugyan, hát hogy lehet úgy fenyegetni, hogy szerencsére? És hogy kívánhat az érdek, ha közben gyógyul? Köszönöm, megértettem, be is leszlek a legújabb csapatomba. Csak addig a kicsit fejleszd a bicepszedet, és jár minden többször szóiba. Már éppen én is tervbe vettem, hogy beveszel az új csapatodba, amikor eszembe jutott, hogy nem. Átugorsan a gondolatom. Nagyon na most... Hol a jég a dupla viskivel? Pillanat, nem vagyok pincér, én vagyok a Korda Gyuli. És miért vagyunk ketten? Nem vagyunk ketten, ha mégis az csak azért van, mert most jelent meg a dupla CD-n, és ne haragudj. Itt megragadnám az alkalmat, hogy bemondjam a címét, ami nem más, mint Mamma Maria. Nekem meg most jelent meg a dupla viszkim, csak nem találom, hol van. Igen? Akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a kedves közösség figyelmét most készülő CD-mre, amely az előző dupla CD-mről mazsolázgattunk Klárikámmal. A lemez nem fogják kitalálni, de kalandról, játékról és szerelemről szól majd. Klárikámmal még van egy kis vitánk, ugyanis azt szeretnék, ha a lemez kalandról, játékról és szerelemről szólna. Már nem bealudtam, én is bevittem a repertoárom, rendeltem egy dalt a konyakról, meg a vodkáról is, de még az sem érkezett meg. Mondjad, Karcsika, mit is akartál? Istenem, Kopó, hát ez fantasztikus, hogy te itt vagy. Beleőrülnék, ha egy másik században kellene élnem, és nem ismerhetnélek. Lehet, hogy beveszek egy nyugtatót, hát ennyi izgalmat nem bír az én szívem.
Ugye érzed, hogy mennyire szeretünk, drága egyetlen kokókám, mert Kovács István sok van. De kokó csak egy, te tovább, vagy a ring... Tovább. Te vagy a ring puskás egysíjas, én merem állítani, hogy te vagy a boxkesztyű Pavarottia. Mikor van Magyarország heroinja, sőt kokója. Karcsikám, én egy jobb egyenessel kiütöm a bagit, mert néha amit ezt képzel magáról. Én, drága csillagom, te sztár vagy, sőt a sztárjok, sztárok sztárja, egy megasztár mondhatnám, egy Tóth Veronika, te már akkor a sztár vagy, mint egy egész Star Wars. Köszönöm a szóismétléseket, igazán jól esik, hogy dicsérsz, de most nem ezért vagyunk itt. Úgy hallottam, hogy a bagivány szeretne a szomszédom lenni, de mégsem, akkor most kiütéssel győzök, egy jobb egyenessel. Drága kokókám, a te egyenesed olyan jobb, hogy annál jobb már nem is lehet. Karcsikám, ne politizálj! Ugyan hiszen tudod, hogy én minden pártot és minden politikust egyformán a keblemre örelnék, ha lenne akkor a keblem, mint a Zalatnai címének, hiszen nem pártod egy Anetka, vagy egy Pandora, te bárkit a földhöz vágsz. Nézd, Karcsikám, azt hiszem, hogy ennyi bőven elég, gyere közelebb egy picit. Tudsz te hallgatni? Mint a sír. Akkor hallgass végre, és mondjuk, hogy hol vagy. Kislány a bugyira vigyázz! Jó, Fortinász kisbabám, szamaborúzol! Kipi apacs, nem elárul, én lenni inkognitóban, mert a Szizi kislány, de nem vigyázz bugyira, az becsúzott a kis pákó. Ez az a fél disznót? Én hozni magam, én lenni a fekete pákó. Én már aperitívnek megettem két barány, de nem. Te még belém férsz. Nem, Kandi baby. Nálunk szokás nem megenni a pákot. Én lenni leghíresebb magyar nótaénekes. Tudni válam azt a dal, amikor a kislány nem jól vigyáz budzsira, és bekapja legyen. Nem lesz itt a bérdisznó, két percen belül, és felemelem az egész házat. Ha fél percen belül a két disznó itt lesz, nem? Nem is vagy olyan hülye gyerek. Szervusz Imre! Üdvözöllek téged és sztár vendégeimet abból az alkalomból, hogy éppen ma 5 éve adtam ki, sej annak a kislánynak három lába van kezdeti dalomat, ami már a megjelenés előtt platinalmez lett, köszönhetően Csocsesznek, aki nem énekelt rajta. Erőt eszembe, tudod-e, hogy mi a legjobb örülés? Hát az őrülés. Köszönöm Imrúskám, neked és sztár vendégeidnek, hogy ilyen két számban megjelentél mulattatni engem. Igen, az igazi mulatságról egyébként Nyomasek Bobó írt egy verset. Olyan jó a mulatság, mint indiánoknál a mulatság. Mert ugye, mint te is tudod, arra fele élnek mulatok, igen. Engedd meg, kérlek szépen, hogy ezen inkább majd csak holnap neves. Akkor csak neves, de engem meg neves. Egyébként tudod, mit mond Katunin te, Hele? A szomorú? Hát az, hogy bú. Köszönöm Imrúskám, hogy hangulatba hoztál. Én azt hiszem, hogy ezért meginvitálok téged egy fergeteges lagzinak, ahol én a sztár vendégekkel lépek fel, mint Céda Böske, Csípős Jolán, valamint Ötlös Bélus és Népi Zenekar. Ó, pazar. Örülök, hogy ott lehetek. Egyébként tudod, mit mond az, aki félre beszél? Hát az, hogy fél. Magyarú kocsmájába csapott lámpa. Na menjen és jelentsen be. Értem a célzást, úgyhogy erről egyét. Engedje meg, imádom a műsorát. Jó esti. De figyelj, az én sérelmemre takar ki minket, jó? Parancsolj! Egyébként, Sanyi, ugye tudod, hogyha egy betöréses rablás követnénk el együtt, akkor valószínű mind a kettőnket F. Sándorként jelölnének. De én azért gondolom, hogy mégis tisztában vagy vele, hogy kettő közül én vagyok a Fábri. Vigyáztam? Nézze nekem körmondatokra, tényleg nincs időm. A felesleges szócséplésével már is 5 percet elhet az életemből, pedig erre az egész kócerájra 4-et szántam. Na viszont a te helyed véletlenista, Sándor. Sándorok is. Menj olyan hozzám, vegye le a kezét. Ismerjük egymást, nem emlékszem. Már csak azért sem, mert ahogy a képzavarairól elhíresült világjártás mondaná, az én nézettségemmel te labdába sem rúghatnál. Meg se hallottam, amit mondod. Minden esetre levonom magából a tanulságot.
Hát talán kiegesztelhetnélek, ha meghívnálak a Fábri Show-ba, mindkettőnknek jó lesz, hiszen egyikünket sem érdekli a riportalanya, de mivel ez esetben telenül a vendégem, ismét én érvényesülhetnék. Na na, hiszen nekem hol van szükségem érvényesülésre, de megértem, hogy az ön műsorának mondjuk emelném a nívóját. Na viszlát! Gyerekek, köszönöm, a kezdő!